Anyuk, hogy te mindig többet cselekszel kérésünknél. Kérlek, te légy most velünk ezen órán, légy a két lélekkel, őrizd meg őket, s adj erőt, hogy megálljanak. Kérlek téged, bocsáss meg bűnénket, légy mindazokkal, akik távol vannak, légy a betegekkel, segíts meg őt. Légy továbbra is velünk, most és mindörökkön örökké. Amen. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen ünnepélyes kerességi Isten tiszteletünkön. Egy néhány kijelentést szeretnék megtenni a gyülekezet számára. Jövő héten folyamatos imalistánkon keresztül elérkeztünk Köpe Ferenc és családjához, úgyhogy jövő héten a gyülekezetünk a tagok közül Köpe Ferencért és családjáért fogunk imádkozni. A jövő heti szombat, május első szombatja, amikor könyv és szórólap osztást szervezünk, úgyhogy szeretném, hogy már úgy készüljünk a jövő heti déli órákban, hogy minél többen tudjunk részt venni ebben. Részletesebb információkat majd jövő héten kapunk erről. Holnap, ha jól értesültem, akkor akik szeretnének egy kirándulásban részesülni, jól tudom, holnap lesz a pádisi gyalogtúra? Igen. Tehát Korodér Robinak a szervezésében, akik szeretnének részt venni, úgy tudom, elmennek autóval odáig, és ott pedig a pádisin egy gyalogtúrában fognak részesülni. Mindazok, akik ebben szeretnének részt venni. Tudjuk, az ifjúságnak egy része az Károlyban lesz holnap este, amikor ott egy nyilvános helyen, egy kastélyban egy koncertet adnak. Az ifjúság egy része oda megy, másik része, aki nincs ebben benne, az lehet menni kirándulni. De van egy harmadik opció is, úgyhogy minden is holnap este a második, vagyis a harmadik előadás lesz a második evangelizációs turnusból, Gáros Petriből, amikor a boldogmondásoknak a harmadik témája következik, boldogok a szelidek. És aki esetleg egyik helyre sem megy, és van kedve énekelni, akkor az jöhet Gáros Petribe, és ott egy evangelizáción vehet részt majd este. Tehát van holnapi napra bőven program, úgyhogy mindenki választhat magának. Még említeném, hogy a délután folyamán az Arad Egyesített Fúvós lesz itt a mi gyülekezetünkben, ők fognak egy kis ünnepélyt, programot előadni, Emil Dulgerú lelki pásztornak a vezetésével. És ugyebár több héten keresztül említettük, hogy imádkozzunk az unió választásért, ami Romániai Uniónknak a 5 éves ciklusa lejárt, és újra szervezték. Ilyen formában most április 20-21-én, tehát múlt héten vasárnap és hétfőn megtörtént a 17. Romániai Unió választás, és lett egy kis változás a vezetőségben, tehát elnök testvér Marius Muntján testvérünk lett, titkár Stefan Tomoly Alga testvér, és pénztáros Edward Kölugaru testvér. Ez a három fő adminisztrátori hely, tehát az elnökünk Hucánó testvér helyett más lett, aki ezelőtt 4 évvel a moldvai konferenciának az elnöke volt, tehát Marius Muntján testvér került most az elnöki székbe, és a titkár pedig Stefan Tomályaga testvér, aki jelenleg a kolozsvári, az észak-erdélyi konferenciának az elnöke, tehát innen tovább hívták az unióba szolgálatra. A pénztáros az maradt ugyancsak Edward Kölugaru testvér. Még vannak több ügyosztályok, esetleg majd jövő héten egy 3 percet rejászálunk, és akkor talán egy kép keretében bemutatjuk mindegyiket egy kicsit részletesebben, hogyha nem is találkozunk velük, legalább tudjuk, hogy kikről vannak szó.
és ki lehet függeszteni is majd, hogy mindenki olvashasson többet róluk, hogy eddig milyen formában szolgáltak az Isten házában. Köszönjük szépen a figyelmet, és most pedig rátérünk a további programra. 2014. április 26-a, 17. szombat. Mit kezdhetsz a hit jogával? És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. János 8. fejezet, 32. és 36. verse volt. Az utóbbi időben mind jobban hozzászoktunk az emberi jogok fogalmához. A követelések idejét éljük, amikor az emberek az élethez, a szabadsághoz és a hithez való jogaikat kérik. Egy előzetes értékelés alapján úgy tűnhet, hogy az üldözés alatt nehezebb hinni, szabadság alatt pedig könnyebb. De valójában a szabadság előnyei bizonyos kockázatokat is rejtenek magunkba. Például azt, hogy az ember sokféleséggel szembesül. A sokféleség pedig meggátol a hitre való összpontosításban, ami viszont az életünk legfontosabb célját képezi. A hit az igazság egyediségére kell összpontosítanunk, mivel csak a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott egyedüli igazság ismerete által válhatunk szabadokká. Ez az igazi szabadság, ami minden politikai, társadalmi és kulturális helyzetet meghalad. A Krisztus által felkínált szabadság nélkülözheti a vallásszabadságot, de sohasem az igazság alapos ismeretét. Másfelől a szabadság megszokása sokszor önelégültséghez, sőt még az igazság értékelésének elvesztéséhez is vezethet. Ha ez így van, feltevődik a kérdés, mit kezdünk a szabadság ideje alatt a hit és bizonyságtevés jogával. A választ az abszolút igazság ismeretében, az Úr Jézus Krisztusban találjuk. Felhívás. Isten ma olyan szabadságot kínál fel nekünk, melyben a hit joga valóság. Az igazságot befogadva az életünk igazán szabaddá válik. A mai adakozás a vallásszabadság osztályának támogatását szolgálja. A tizedet és az adományokat gyűjtjük be. Hálával is köszönettel állunk meg előtte, drága jó atyánk. Köszönjük, hogy egész héten velünk voltál. Köszönjük, hogy megáldottál anyagi javakkal. Elhoztuk most a neked járó részt, kérünk add, hogy eljusson az ő rendeltetési helyére, és hogy mielőbb bevégeztessen a te munkád. Kérünk, légy velünk a nap további szakaszába is, áld meg a programot,
az ige szólót, és a te égi békét kísérjen velünk, most is mindörökké. Amen. Amen. Turmezei Erzsébet, hazaérkezés. Ádám késő utóda, én is,
az édenen kívül születtem. Az édenen kívül bolyongtam, átok alatt, szemkivetetten. Küzdve bogáncsal, tövisekkel, kiverejtékezett kenyéren, ember szívemben, édenkertnek emléke, szunnyadt hófehéren. És magam választotta úton, magam akarta szóval, tettel, és szép, szabad nyomorúságban, pazarul, évre, évre veszett el. És mikor kisemmizett a kedvem, csalók a vágyak megcsúfoltak. Oda lett büszke emberségem, és úgy hevertem, mint a holtak. Samaritánus írgalommal fölém hajolt az Istenember, megetetett vígasztalással, megitatott hűs kegyelemmel. Éreztem, hogy kevés szememből sok bűnsirató könnyű szivárog. Elég, elég a magaméból, ezután a te utadon járok. Ahogy kimondtam, lehanyatlott a kard a kérubok kezében. Messze tévedt, pus gyermekének kitárt a kapuját az éden. Fái között ott várt az Isten. Ködbe borult királyi felségben. Atyád, sukta az Istenember, s elfödött az Isten közelség. Atyám, a vihar verte madárka, pihen el így a pelyhes fészkén. Atyám, újongani szeretnék, sírni, kacagni. Hazaértem. Haza a te akaratodban, édeni kertet közepében. Ó, akármilyen messze tőled, szüntelen ott kísért a képe. Küzdve bogáncsal és tövissel, kiverejtékezett kenyéren. Ember szívemben édenkerted emléke szunnyadt hófehéren. Soha, soha ne legyek újra magam útjának átok verte. Védve és virasztva öleljen akaratodnak édenkertje. Boríthat benne éj sötétség, és túl a táj, mint nap ragyoghat. Akaratodnak édenéből nem egy lépést, nem egy tapottat. Az atya fényben állt a fák között, és gyermeke előtte térden. Harmatos, hűvös alkonyat volt. Ádám utóda, hazaértem. Amen.
csak imádkozni vágyom. Dénes Ferenc verse. Csak imádkozni vágyom. Csak imádkozni. Állok múlt életem romjai felett. Ha nem volna velem a te szereteted, elvesztem volna régen nélküled. Indulnék tovább, de olyan tétován nem akarok régi utat járni. Csak a te neved a szívembe zárni, s imádsággal letenni előttbe emberi sorsom. Minden zizzenése a tied legyen. Örök nagy Istenem, gyermeki hálából, igaz tisztelettel, őszinte hódolattal, ma oltárodra teszem életem. Csak a tied akarok lenni. Tudom, hogy a szent golgotai vér, megváltom vére, mindenért elég. Ezért ott hagyom szent oltárodon végképp önmagam, amíg kilobban, teljesen elég. Hadd világítson, hadd melegítsen, igaz ösvényre még sok tévejgőt hívjon, vezessen. Időm, szívem, elmém, égő életlángom, tőled nyert sokszínű dús életvirágom, érzelem, értelem, akaratvilágom, szemem, fülem, ajkam, mosolyom, szorgalmam, bánatom, örömöm, jól ismert jelenem, ismeretlen jövőm, imám és énekem, minden előtted van. És én oda teszem élő áldozatként dicső oltárodra. Fogadd el, Isten. És még arra kérlek, adj olyan lelked belém, olyan égi lángot, hogy keblemre zárva az egész világot, önmagammal azt is oltárodra vigyem. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és kívánom a Jóisten áldását és vezetését ezen mostani ünnepélyes alkalomra is. Egy kérdést szeretnék feltenni, esetleg van-e közöttünk, többen vagyunk, akik talán először vagyunk Isten házában, itt ebben a gyülekezetben. Van-e valaki esetleg, aki nem érti a magyar nyelvet, és szükségeltetik egy fordító mellé? Jeste cine va care cumva nu înțelege limba maghiară și are nevoie de traducere? Köszönöm szépen, csak lehet, hogy nem ismerünk mindenkit személyesen, és lehet, hogy valakinek esetleg ez akadály lett volna abban, hogy teljes figyelemmel és nyitott szívvel hallgassa Isten igéjét. Tehát még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, nem csak az itt levőket, hanem az interneten keresztül jelenlevőket is, és kívánom, hogy valóban Isten áldása legyen mindannyiunkon. Egy különleges alkalom ez a mai alkalom, hisz nem úgy van itt a szószék előtt a díszítés, mint máskor, az asztal eltűnt, és helyette megnyílt a, mondjuk úgy a föld, és itt van egy csodálatos lehetőség arra, hogy emberek víz által, felnőtt keresség által szövetséget kössenek az Istennel. Tehát keresség Isten tiszteletünk van, amelyre két drága lélek, Sándor és László jelentkeztek, hogy igenis nyilvánosan szövetséget kötnek Jézus Krisztussal. A keresség mit is jelent? A keresség egy evangéliumi követelmény minden ember részére, és szeretném is ezt elolvasni a Máté evangélium a 28. fejezetében, és itt a 28. fejezetben az utolsó két verset olvasom, a 19. és a 20. verset. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ugyancsak egy ígét még ezzel kapcsolatosan az apostolok cselekedete második fejezetében, és ott a második fejezetben a 38. verset olvasom. Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. A keresség tehát az egyház tagságnak a felvételét is jelképezi. Ugyanakkor maga Jézus Krisztus egy jellé tette ezt az ember számára, és egyfajta jel az ő lelki országába való belépésének is. Ugyanakkor Krisztus szabta ezt a feltételt, és úgy is mondhatnánk, hogy amellyel ezzel a feltétellel minden embernek rendelkeznie kell. Vagyis az, hogy akik felveszik a keresztséget, akik szövetséget kötnek felnőtt keresztség által Jézus Krisztussal, azokon látszódjon meg az, hogy ők az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek a hatalma alatt vannak. A mindenható Istennek a védelme veszi körül őket az elkövetkezendő életükben. A keresztség azt is jelképezi, hogy akik megteszik ezt, nyilvánosan hátat fordítanak Sátánnak, a rossznak, a bűnnek, mindaz, amit Sátán képvisel, és próbálja megrontani az ember életét. Ugyanakkor nyilvánosan felvállalják azt is, hogy innentől fogva ők Jézus Krisztusnak a katonái, Jézus Krisztusnak a követői, és együtt szolgálnak Isten ügyének az előre menetelében. És mielőtt az ember valóban otthonra talál a gyülekezetben, mielőtt valóban átlépni ezen lelki országnak a küszöbét,
el kell, hogy nyerjék az Isten pecsétjét. Vagyis úgymond fel kell vállalják azt teljes szívükkel és lelkükkel, hogy az Úr a mi igazságunk. És mindent, amit az ígében tanulmányoztak és elfogadtak, mint Jézus Krisztus igazságát, ez pecsételi meg az ő előttük levő életüket. A keresztség nem más, mint a világról való leges, legünnepélyesebb lemondás. Amikor László is és Sándor is felvállalják azt, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, tudja meg mindenki azt, hogy igen, és innentől fogva én Istent választottam vezetőmnek, átadom az én életem, az én bárkámnak a kormánykerekét az ő kezébe, és ő irányítsa, vezesse az én életemet az örök honba. Kedves barátaim, ezzel együtt tulajdonképpen kell tudjátok, hogy azt is felvállaljátok, hogy nagyon sokan a világi szemmel nézve lehet, hogy bolondnak tartanak benneteket. Mert azt mondta az Úr egy helyen, az apostol, hogy hát az Úr a világ bolondjait hívta el. Most ez nem olyan értelemben kell ezt gondolni, hogy valóban az embernek nem teljes az esze, nem teljes elmével rendelkezik, hanem valóban, hogy teljes emberi szemszögből nézve lemondani sok minden élvezetről, sok minden dologról, amit mondjuk ugye a világ kíván az ember számára, és sokak számára ez bolondság. Hát miért mondjunk le erről, miért mondjunk le arról, mikor ezek töltik be az ember életét, vidámság, ki tudja, hogy nem a vidámságról mondunk, hanem a sátán által kínált világi örömök, és sokak számára bolondság nem úgy élni, mint hogy általában egy Isten nélkül való ember él. De ti felvállaltatok azt, amit esetleg valamikor Noé is felvállalt. Mert tudjátok, hogy az akkori emberek magát Noét is bolondnak tartották. Tudjuk, hogy Jóisten szólt Noéhoz, és azt mondta, hogy építs Noé egy bárkát, mert hamarosan eljön az özönvíz, eljön az az időszak, amikor én megítélem ezt a világot. És ez a bárka, ez lehet a te menedéked. És akik ezzel együtt elfogadják az Isten figyelmeztetését, az Isten hívását, a bárka által megmenekülhetnek. Az akkori tudomány szerint esőre nem lehetett számítani, hisz még addig nem is volt eső a földön, özönvíz előtti időszakban. Bőséges pára volt az, ami áztatta a földet, és biztosította az akkori még igazán dús növényzet számára mégis a létfenntartást, a szükségletet, a tápanyagot. De nem gondoltak esőre, azt sem tudták, mi az, hogy fentről valami esik. És Noé mégis felvállalta, hogy a száraz földön egy helyen elkezdi építeni a bárkát, amiben hitte, hogy ez lehet az ő élete számára, az ő családja számára, és mindazok számára, akik még csatlakoznak hozzá, és hiszik, hogy hamarosan az Isten ítélete jön erre a földre, ez lehet a menedék. Noé úgy építette ezt a bárkát, hogy ezen kívül mindent másodrendűnek tartott. És Noéről is úgy olvasok, hogy kinyissuk az igét, hogy egy igaz ember volt Noé. Így írja, így jegyzi fel az írás ezt, ami számunkra. És nap mint nap tette ezt, egészen 120 éven keresztül építette a bárkát, még végül eljött az ítélet. Mit gondoltuk? Könnyű lehetett Noé számára a bárkának az építése? Hát önmagában, ha csak a fizikai munkát vesszük, sem volt könnyű. Igaz? Olyan befogadó képességű építményt létrehozni, ami aztán a vízen is megállja a helyét, és nem volt, hogy hol kipróbálni ezt, hogy na jó lesz, vagy nem lesz jó, hanem egyenesen élesbe. Úgy kellett elkészíteni, hogy az élesben, amikor jön az özönvíz, ez ki is bírja. De mint tudjuk, a Jóisten adta a méreteket, a tervet, akiben igazán lehetett bízni. De ezen túl a lelki teher, az embereknek a gúnyolódása, a cinikussága, a mindenféle megjegyzések, amelyekkel gátolni próbálták őt,
Igen, és ha azt kérdezzük, hogy igen, vagy nem, hát azt kell mondjuk, hogy igenis nehéz volt ennek az építése. De viszont, ha a lelki szempontokat vesszük, Noé-nak a hozzáállását, akkor azt kell mondjuk, hogy igenis nem volt nehéz az ő számára a bárka építése. Tudjátok, hogy miért nem volt nehéz? Azért, mert minden, amilyen volt, ő mindent belefektetett ezen bárkának az építésébe. Semmi nem maradt már azon kívül, ami kötötte volna őt a bárkán kívüli dolgokhoz. Egész élete, egész vagyona, egész családja, minden ott volt a bárkában. Mindent beleázott ebbe, hogy a megmenekedésüket szolgálhassa. A mi bárkánk mi lehet más? Maga Jézus Krisztus és Jézus Krisztusnak az igazsága. Mindannyian elkezdtük valamikor a mi életünk bárkájának az építését. Nem tudom, hogy ki hogy áll vele. Mennyire van már kész ez a bárka? Mennyire adtuk oda már az építésnek a kezdetétől az engedélyt Jézus Krisztusnak a kezébe, hogy ő mutassa meg, hogy is, mint építsük életünk bárkáját, hogy amikor jön majd a nehézség, jön a próba, jön a kísértés, jön a végső ítélet, hogy megálljon a mi bárkánk, mert nem mi vezetjük azt. Úgy építettük, ahogy Isten mondta, az ő terve szerint, és ő is van a kormánynál majd a nagy nyomorúság idején, hogy megálljon a mi életünk bárkája, és révbe érjen az Isten országába. És kedves testvérek, kedves vendégek, ezen mostani alkalom is nem más, mikor szemtanúi vagyunk annak, hogy itt ma újabb bárka kezd épülni. Sándor is eldöntötte, hogy komolyan elkezd ezen lelki bárkának az építéséhez, és László is eldöntötte ezt, hogy elkezdi életének lelki bárkájának az építését. Eddig voltak tervek, eddig voltak gondolatok, voltak elhatározások, volt sok idő, ami a hátuk mögött volt, de a mai alkalommal eljött az idő, hogy lehelyezzétek az első gerendát, amivel elkezdődik ezen bárkának az építése. És az első gerenda mellé leteszitek a másodikat, leteszitek a harmadikat, és így fog épülni életetek bárkája. Mik lehetnek ezek a gerendák? Az első fontos gerenda az lehet, hogy ez a Biblia, amit a mi kezünkbe tartunk, ez nem egy elavult könyv. Ez nem egy ózsdi, régi iromány, amit valamikor írtak, és ma már nincsen semmi értéke ennek. Semmi újat, semmi hasznosat nem tud mondani a számunkra. Az első fontos gerendat életetekben az, hogy igenis el tudtátok fogadni Istennek szent ígéjét, Istennek szavát, ami életetek vezérelve, ami tulajdonképpen a tervrajz a ti életetek bárkájának az építésére. És ebből kiolvasva, ezt tanulmányozva tudjátok összerakni a vázat, és aztán teljesen befejezni ezt a bárkát, amiben Isten lesz a ti segítségetekre úgy, ahogy Noénak is volt. Aztán ott van egy másik gerenda, Isten szájából származó 10 parancsolat, ami egy vezérelv, ami a fő gerenda, ami összetartja az egész szerkezetet. Mert Isten azt mondta, hogy igenis, ez az én szavam. És hogyha megtartjátok Isten parancsolatait, ami nem más, mint az erkölcsi törvény, a vezérelv minden egyes ember számára, és azért adtam ezt nektek, azért adtam ezt a zsidó népnek, és ezzel minden egyes embernek, hogy aki ezeket megtartja, az megtudhatja azt, hogy igenis milyen az Isten. Az Isten az nem tolvaj, az nem lop, az Isten az nem parázna, igaz? Az Isten az nem gyilkos, az Isten az tiszteli a másikat, szereti a másikat, tehát ilyen az Isten. És hogyha ezeket megtartjuk, akkor valóban mi olyanná igyekszünk lenni, mint Isten. Sátán megrontotta a mi jellemünket, eltorzultunk, mi is, ti is,
De mikor elkezdjük a bárka építését, akkor azt mondjuk, hogy igenis, vissza az isteni vezérelvhez, vissza az isteni szóhoz, és eképpen alakítjuk életünket. Aztán persze benne van ebben Isten negyedik parancsolata is, a szombat, amit az Isten egy nagyon fontos találkozási napnak tartott, mert ugyanezt tette maga Noé is. Találkozott a Jóistennel, megpihent, átgondolta eddigi életét, hogy és mit tent jót, és Jóisten jött és tanácsolta őtet, és útmutatásokat adott neki a jövőre nézve. És ilyenkor találkoztak. Ti is ezt akarjátok felvállalni, hogy minden egyes szombati napon gyertek és találkozzatok Istennel, amikor újabb utasításokat kaptok, hogy hogy és mint építsétek, készítsétek tovább életetek bárkáját, hogy amire kell, valóban elkészülhessen. De ilyenek lehetnek még a szerkezetben maga az ítéletnek a tudata a ti életetekben, mert azt mondta az első angyal üzenet és a jelenések könyvében, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Noé is ezzel a tudattal élt, hogy igenis az Isten ítélete el fog jönni, és nekem addig el kell készülni a bárkával. Erre készültök ti is, mert előttetek van, most nem az özönvizet várjuk. Az egy akkori ítélet volt. Most várjuk Jézus Krisztus második dicsőséges eljövetelét, ami által ismét meg lesz ítélve ez a világ, de most már véglegesen. És addig életünk bárkája el kell készüljön, hogy kiálljuk a végső próbát. Elindultatok ezen az úton. Nincs szükség emberekre, nincs szükség emberekről jóváhagyására. Egyedül az Isten jóváhagyására van szükség a ti életetekben, hogy elkezdjétek ezt, és hálásak vagyunk az Istennek, hogy ti megtettétek ezt az első lépést. Noénak első dolga az volt, és az lebegett az ő szem előtt, hogy saját magát megmentse, hűségesen, engedelmesen szolgálva az Istennek, és ugyanakkor megmentse ezáltal családját is. Nem titok a gyülekezet előtt és senki előtt, hogy ti nektek is vannak gondolataitok, ami a család alapításra, a jövőre nézve előttetek van. De hogy valóban ez tartós legyen, valóban ez sikeres legyen, valóban kiállja az életviharát, ott valóban Istennek való engedelmesség szükséges, mert Noé is csak ekképpen tudta megmenteni magát és az ő családját a bárka által. A Róma belekhez írott levél 8. fejezetének 28. verse egy bátorítás mindannyiunk számára, és olyan sokszor elolvassuk ezt, mert ugyebár jönnek nehézségek, jönnek próbák, de azt mondja Pál apostol, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, akik az ő végzése szerint hivatalosak. Engedjetek meg, hogy még egy pár gondolat erejéig emlékezzünk vissza egy ószövetségi történetre még. A Királyok második könyvében találjuk ezt az 5. fejezetben, amikor is a szíriaiak betörtek Izrael területére, Námánnak a vezetésével, aki az akkori szíriai hadvezér volt, és nagyon sok gyermeket elragadtak, többek között egy kisleányt is, akit hazavittek, és az lett volna a szerepe, hogy otthon szolgáljon. Egy kicsike leányka, 8-10 éves, és ilyen formában nem egy könnyű megpróbáltatás egy kicsi gyermek életében, hogy otthonról elszakasztanak, idegen földre kerüljek, és azt tegyek, amit mások mondanak, szolgáljak, hogy életben maradjak. Ez a kisgyermek rabszolga sorsba is nem felejtette el valamit. Nem felejtette el azt, hogy mit tanult otthon. Milyen isteni alapelvek szerint nevelték szülei, hogy Isten iránt hűséges és engedelmes maradjon. Ő élte a hitét, megvallotta a hitét, nem szégyelte a hitét, és valóban ezt kell minden egyes embernek tenni, ti nektek is.
Hiszen ez az első alkalom, amikor nyíltan felvállaljátok, hogy Jézus Krisztushoz akartok tartozni. De ezután majd, amikor jönnek nehézségek, próbák, akkor sem szégyeljétek majd megvallani Krisztust, mint hogy ez a kis gyermek sem szégyelte. És az ő hitét többek között nemhogy nem szégyelte megvallani, hanem másoknak is megoldásként ajánlotta fel. És ez az egyik fő feladata minden egyes embernek, minden egyes kereszténynek, minden egyes adventistának, aki Jézus Krisztusban megtér, és felvállalja a Krisztus igazságát, hogy ezt nem csak magának tartsa meg, hanem az ebben vetett hitét másoknak is megoldásként ajánlja fel. És ugyebár tudjuk, hogy ez a Naamán nagyon súlyos betegségben szenvezett, hisz poklosságban volt, és mindenféle módszert próbált már gyógyulásra, de nem volt lehetősége rá. És akkor a kisgyermek mondta azt, hogy ha van nálunk egy próféta, aki az igaz Istennek szolgál, és talán ő meggyógyíthatna tégedet, hogyha hiszel benne. És itt Elizeusra gondolt. Olvasom az 5. fejezetnek a 8. versének, a 8. versét, majd 9. és a 10. verset is. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, küld a királyhoz ilyen üzenettel: miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. És elmenne Naamán lovaival, szekereivel, megálla az Elizeus házának ajtaja előtt, és küldi Elizeus követet őhozzá mondván: menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Ugyebár Elizeusnak ez volt a tanácsa: menj el, és 7-szer fürödjél meg a Jordánban, és megtisztulsz. Elhisszük ezt, hogy egy ilyen prófétai üzenet által jöhet a tisztulás az embernek az életében? Ti elhiszitek, hogy ez a víz megtisztíthat benneteket? Valójában mi tisztítja meg az embert? Tessék? A víz, amiben majd nem sokára alá merítjük őket, vagy pedig esetleg valami más? Jézus Krisztusnak a vére, hallom többektől? Valóban így van. A víz egy jelképes dolog, ami a kerességben is, az úrvacsorában is, ami a lábmosást jelképezi. Bemutatja azt, hogy igaz, mikor megmosdunk, mikor ami valóban fizikai szenytől akarunk megtisztulni, akkor a vizet használjuk. Ez jelkép, hogy hasonlóképpen a mi lelki életünkben Jézus az ő vére által tisztít meg bennünket. De tudjátok, hogy nagyon sokan nem hiszik ezt. Naamán sem akarta hinni, és azt mondta, hogy hát nincs nálunk tiszta víz, csak pont az izraeli Jordán az, és ha jól megnézzük, és aki járt arra fele, nem is van túl tisztának néz ki az a Jordán. Hát pont ez, nálunk tisztább vizek vannak, pont ez fog engem megtisztítani, és tudjuk, hogy a szolgáknak az unszolására, a szolgáknak a tanácsára: Uram, hát mi történik, hogyha mégis megteszed? Hát próbáld meg. És akkor alámerült egyszer, kétszer, ötször, hatszor, és semmi nem tűnt el az ő foltos poklosságából. De mikor hetedjére alámerült és feljött, akkor megtisztult. Mert az engedelmesség egy nagyon fontos dolog itt is. Ha azt mondta Jóisten, hogy 7-szer kell, akkor 7-szer. Nem tudom, ti mennyire érzitek bűnösnek magatokat. Hányszor merítsünk alá benneteket? Ugyebár ez volt az Ószövetségben, és a Jóisten azt mondta 7-szer. Jézus Krisztus egyszer megkeresztelkedett, egyszer meghalt, és egyszer feltámadt. Hogyha őszinte szívvel teszitek, amit tesztek, és amire készültök, akkor maga Istennek drága vére, Jézus Krisztus által egyszer és mindenkorra megtisztít benneteket.
Ha valaki úgy lép a keresztvízbe, hogy a szíve nem őszinte, önmagában a víz nem végez csodát a mi életünkben. De hogyha mi szívünk tiszta, azt mondja az Isten, hogy a bűnbánó ember imáját azonnal meghallgatja. Hogyha ti kész vagytok a ti szíveteket átadni az Istennek, és hiszem, hogy kész vagytok, mert azért készültünk már hónapokon keresztül. Annyi Biblia igazságot áttanulmányoztunk, és éreztétek, hogy beépül a ti életetekben. És fel kell tekinteni Jézus Krisztus Golgotai keresztjére. Mert mi történik a Golgotai kereszten? Ott folyt ki érettünk Jézus Krisztus drága vére. És ez a vér mikor tud bennünket igazán megtisztítani? Hogyha a földi halandó ember meglátja, felismeri az ő bűnösségét. Ránéz Jézus Krisztusra, aki ártatlan, bűn nélkül életet élt, és aztán ránéz magára. A 10 parancsolaton, a törvényen keresztül, ami olyan, mint egy tükör, belenéz a tükörbe, és meglátja, hogy Jézus milyen tiszta, és én milyen mocskos vagyok. A törvényen keresztül látom meg életem foltosságát, életem poklonságát, tele vagyok bűnnel és szennyel. És ha ezt felismerem, és erre is az Isten segít, és utána pedig bánom ezt. Bánom, hogy miért követtem el ezt is, miért követtem azt is, miért tudtam ennyi évet eltölteni Isten nélkül, bűnökben leállni élvezetemet. Miután felismerem, miután bánom, és miután kérem az Istennek a bocsánatát erre, amikor kérem azt, hogy Uram, segíts meg, hogy elhagyjam ezeket, amikor megvallom ezeket az Istennek, nevé nevezve, Uram, vedd el tőlem az irigységet, vedd el tőlem az italnak a szenvedélyét, vedd el tőlem mindazt, ami elgátol, ami gátat vett közém és te közéd, Uram, mindezeket vedd el tőlem, és az Isten látja, hogy ezeket kimondom, ezektől akarok szabadulni, akkor az Isten megtisztít. És azt mondom, Uram, én ezeket el akarom hagyni. Többet nem akarok ezekkel foglalkozni. Te légy az életem, Ura, te vedd át a kormányt már a bárkám építésénél. Tiéd az életem, te vezessél. Akkor az Isten megtisztít bennünket. És eljön ez a pillanat, ami megtörténik a ti életetekben. Jóisten, segítsen meg, hogy valóban az üdvösséget elnyerjétek. Elnyerjétek azt, hogy Isten minden bűntől megtisztít benneteket, és valóban az újjászületés tapasztalatán átmenjetek. Nem csak most, hanem ezen naponta át kell nekünk menni, naponta megújítani a Krisztusba vetett hitünket és igazságunkat. És a záró ígét szeretném olvasni a Korintusi Levél 6. fejezetében, Korintusi 2. levél 6. fejezetének a 17. és 18. versében, mely így szól. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalan ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Jóisten, segítsen meg benneteket, hogy ez valóságá váljon a ti életetekben. Isten kegyelme által. Amen. Mielőtt egy énekszámot hallgatnánk meg, engedjétek meg, hogy Sándor és László nyilvánosan is bizonyságot tegyenek az ő hitükről. Erre az alkalomra megkérlek benneteket, hogy álljatok fel, és talán a mikrofont oda lehet adni nekik, hogy mindenki hallja, hogy miként válaszolnak egy néhány kérdésre, ami összefoglalja az adventista egyház hit alapelveit, és ők pedig elfogadják ezeket. Hiszel az Atya Istenben,
fiában, Jézus Krisztusban és a Szentlélekben? Elfogadod-e Krisztus golgotai halálát az emberek bűneiért való engesztelő áldozatul, és hiszed-e, hogy kiontott vérében való hitáltal az ember meg lett váltva a bűntől és annak büntetésétől? Hiszem. Elfogadod-e Jézus Krisztust személyes megváltódnak, megtagadva a világot és bűnös útját? Hiszed-e, hogy Isten Krisztus érdemeiért megbocsátotta bűneidet és új szívet adott neked? Elfogadod-e hitáltal Krisztus igazságosságát, aki a mennyei szentélyben közben jár érted? Kéred-e ígérete beteljesítését, hogy benned lakozó szent lelke által megerősítsen, és így erőt kaphass az ő akarata szerinti élethez? Kicsit közelebb tartsátok valamelyikőtök között. Kérem. Köszönjük szépen. Hiszed-e, hogy a Biblia Isten ihletett szava, és a keresztény embernek ez a hit és gyakorlat egyetlen mértéke? Hiszem. Elfogadod-e a 10 parancsolatot, amely ma is kötelező a keresztények számára, és a benned lakozó Krisztus hatalma segítségével szándékodban áll-e betartani a törvényt beleértve a 4. parancsolatot is, ami a hét 7. napjának az Úr szombatjának megünneplését írja elő? Elfogadom. Áldott reménységként éle szívedben Jézus közeli visszatérése, eltökélted-e, hogy személyesen kész vagy találkozni az Úrral, és minden tőle telhetőt megteszel-e, hogy bizonyságot tegyél szeretettel teljes megváltásáról, életeddel, szavaiddal, segítesz-e másoknak is felkészülni az ő dicsőséges megjelenésére? Igen. Igen. Elfogadod-e a lelki ajándékokról szóló bibliai tanítást, és hiszed-e, hogy a profétaság ajándéka maradék egyház ismertetőjegye? Elfogadom. Hiszel-e az egyház szervezetben is, szándékodban áll-e támogatni az egyházat tizededdel és adományaiddal, személyes erőfeszítéseddel és befolyásoddal? Igen. Igen. Hiszed-e, hogy tested a Szentlélek temploma, és tisztened kell őt azzal is, hogy gondot viselsz testedre, tartózkodsz az ártalmas dolgok használatától, a tisztátalan ételektől, a szeszes italok fogyasztásától, készítésétől és árusításától, az emberi fogyasztásra készült dohány mindenféle formájának használatától, előállításától és árusításától, valamint a kábítószerek vagy más gyógyszerek helytelen használatától, vagy az azzal való kereskedéstől? Igen. A 7. napot ünneplő adventista egyház által tanított alapvető bibliai hittételek megismerése és megértése után szándékodban áll-e Isten kegyelméből életedet ezekkel az alapelvekkel összhangba hozni? Igen. Igen. Elfogadod-e az új szövetség tanítását, az alámerítéses kerességről, és akarsz-e Krisztusba és bűnét megbocsátásába vetett hited nyilvános kifejezéseként ebben a kerességben részesülni? Igen. Igen. És utolsó kérdésünk. Hiszed-e, hogy a 7. napos ünneplő adventista egyház a bibliai profécia maradék egyháza, és hogy ez a közösség minden népből, fajból és nyelvből embereket hív és elfogad, szeretnél-e világszéles egyház helyi gyülekezetének a tagja lenni? Igen. Igen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallottátok nyilvános bizonyságtevésüket. Gyülekezeti bizottságban részletesen kihallgattuk őket, és nyilvánosan bizonyságot tettek részletesen az ő hitükről. És tényleg hónapokon keresztül személyesen készítettem fel őket, és tudom, hogy mi rejlik bennük, és mi lakozik az ő szívükben. A gyülekezet bizottsága egyhangulag javasolta úgy Sándor, mint László testvérünknek a kerességre való részvételét. Úgyhogy most a gyülekezet elé bocsátom szavazásképpen, aki egyetért azzal, mivel hallottátok nyilvános bizonyságtevésüket is, jobb kéz felemeléssel kérem, hogy támogassátok az ő. Nézzetek hátra, fel is a karzatra. Köszönjük szépen, esetleg valaki ellene van. Most is nézzetek hátra. Köszönjük szépen. Helyet foglalhattok. Most egy énekszám következik, és utána pedig a keresség.
Ezt a gyülekezet tovább folytassuk kereségi Isten tiszteletünket, és a legünnepélyesebb pillanatokhoz érkeztünk. Megkérném a gyülekezetet, hogy álljunk fel, ameddig mi itt leborulunk, és kérjük Isten áldását erre a szövetségkötésre. Szerető Istenünk, mennyei jó atyánk, köszönjük gondviselésedet, köszönjük szeretetedet, és köszönjük azt, hogy még mindig érezzük a te kegyelmedet a mi életünkben. Hálásak vagyunk Jézus Krisztusért, Jézus Krisztus golgotai áldozatáért, és az ő életéért, hogy bemutatta, hogy igenis egy bűn nélküli életet lehet élni ezen elromlott földön is. Még akkor is, hogyha Sátán kísért, és mindent megtesz azért, hogy ne sikerüljön a mi számunkra, te bemutattad azt, hogy igenis emberi testben lehet győzedelmeskedni a bűn felett. És köszönjük, hogy halálod által egy olyan út nyílt a mi számunkra, hogy mi is az örökké valóságba juthatunk. És köszönjük Istenünk, hogy te szent lelked által késztesz bennünket állandóan arra, hogy elinduljunk ezen az úton, és téged válasszunk, életünk vezérének, a te kezedet fogva haladhassunk. Hálás a mi szívünk ezért a két lélekért, Sándorért és Lászlóért, akik az élet forgatagában meg tudtak állni, meglátták Jézus Krisztus jelleméből áradó fényt, és úgy döntöttek, hogy közelebbről meg akarják ismerni. Köszönjük, hogy a te ígédet megnyitottad az ő számukra. De köszönjük, hogy nem csak ígédet, hanem ezzel együtt az ő elméjüket, az ő értelmüket, az ő szívüket is megnyitottad, hogy be tudják fogadni életadó ígédet, hogy valóban a te világosságod beléjük költözön, és ők is világossággá váljanak. Köszönjük Istenünk, hogy ők valóban elfogadtak téged, és köszönjük, hogy mindent kárnak és szemétnek tudnak ítélni, és innentől fogva teljesen te neked akarnak szolgálni. Jó atyán, kérünk, áld meg őket ebben az elhatározásukban. Köszönjük, hogy eddig is vezetted őket, és adtál oly sok győzelmet a bűnök felett. De látod, jó atyánk, hogy Sátán szüntelenül küzd, és állandóan arra törekszik, hogy ha lehet, még a választottakat is elhitesse, hogy ne te neked szolgáljunk, ne neked engedelmeskedjünk. Istenünk, kérünk, adjál nekik erőt, hogy valóban mindig a te kezedet fogva haladhassanak előre. De látod, hogy továbbra is fognak jönni kísértések, és még innentől fogva igazán. De jó atyánk, te légy az, aki szüntelen ott vagy, amikor ők szólítanak. Te segíts meg őket, hogy valóban mindig te feléd kiáltsanak. Ha netán süllyedni készülnének is, jó atyánk, te légy az, aki meghallod az ő mélyből kiáltó szavukat, és felemeled őket, úgy, mint Pétert, hogy valóban együtt haladhatnának utána te veled. Mennyi Istenünk, segíts meg, hogy mindig tudjanak ellenállni a kísértésnek. És most, amikor alámerítkeznek, Istenünk, kérünk, hogy a te kegyelmed által, a te szereteted által, te igazságod által, segíts, hogy meghalljanak eddig életüknek. És segíts, hogy te benned támadjanak fel egy új életre. És egy gyönyörűséges öröm legyen ez az ő számukra. Ez a szövetségkötés életük legboldogabb napja lehetne, hogy valóban az örökké valóságban is majd együtt lehessenek te veled, szeretteikkel együttesen. Köszönjük, jó atyánk, hogy ezt megteszed, és segíts meg, jó atyánk, hogy a gyülekezet is befogadhassa őket. Továbbra is támogassa őket, szeresse őket. Érezzék azt, hogy valóban hazataláltak, és együttesen egymás támogatására lehetnénk az örök élet elnyerésében. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, de kérünk, légy az ő családjaikkal, légy az ő szeretteikkel, segíts meg, hogy ők is meglássák, hogy helyes útat választottak, és ezen az úton ők is követhetnék majd őket, hogy egykor mindannyian a te országodba lehessenek. A Jézus nevében kértük mindezeket, és reád bízunk életünket, a te áldásod vezesse őket ezen pillanatokban, és Jézus vére tisztítsa meg az ő szíveiket. Amen. Gyülekezet helyet foglal.
Kedves Sándor, ha megtartod az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakósait. Íme eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszlopát teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnan ki nem jön, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Kedves Sándor, a te hitednek vallomására, Jézus Krisztusban, mint személyes megváltóban, megkeresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Amen. Te is látod azt, hogy Jézus Krisztus hív, és ennek a hívásnak nem tudtál ellent mondani. Örvendünk annak, hogy fejlődtél Jézus Krisztus igazságaiban, és örvendünk annak, hogy az ő szeretete valóban olyan mértékben vett birtokában tégedet, hogy meg tudjad hozni ezt a döntést, hogy valóban egész életedre odaszállod magadat a neki való szolgálat. Ő segítsen meg, hogy valóban mindig az Úr útjain haladhass, bármi nehézség és próba életedbe jön, mindig felfele tekintsél, és tudjad, hogy biztos a szabadulás. Örvendünk ennek a pillanatnak, és most a Jóisten hozzád is szól egy ígérettel. Hallgass meg tőle. És most, ó László, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor víz mégy át, én veled vagyok, s ha folyókon, azok el nem borítanak. S ha tűzben jársz, nem égsz meg, s a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat, én magamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Kedves László, a te hitednek vallomására, Jézus Krisztusban, mint személyes megváltódban, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Tudom, hogy nagyon sokan vannak ilyenkor, akiknek a szívét, lelkét megmozgatják ezek a pillanatok, és ott van a szívükben a vágy, hogy milyen jó volna, hogyha én is meg tudnám tenni már végre ezt a lépést. Tudom, hogy vannak olyanok, akik már most szerettek volna
ugyan itt lenni ebben a keresztvízben. Tudom, vannak olyanok, akik már feliratkoztak, hárman is vannak, akik szeretnének a legközelebbi keresztségen részt venni. Bizonyára vannak olyanok, akik még talán nem mertek nyilatkozni, vagy nem iratkoztak fel, de mégis ott van a vágy a szívükben, hogy megtegyék ezt a lépést. Szeretnék ezekért a személyekért imádkozni, úgyhogy megkérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel. Szerető Istenünk és mennyei jó atyánk, köszönjük gondviselésedet, és mindenek felett örömmel és hálával van tel a szívünk, hogy ismét ketten szövetséget kötöttek te veled. Áld meg kérünk Sándort, és áld meg Lászlót, hogy valóban a te országod örökösévé válhatnának, eljutva megszentelődés legfelső fokáig, szent élekkel való betöltekezésig. De jó atyánk, imádkozunk azokért, akik még nem tudtak idáig eljutni. Te látod a szíveket, te ismered a gondolatokat, te látod az akadályokat. Jó atyánk, kérünk munkák, hogy szent lelked által az ő életükben, hogy ők is tudjanak lépni, tudjanak dönteni, és segíts, hogyha van ilyen vágy a szívükben, mondják el, és együttesen imádkozunk, együttesen kérjük az Istent, hogy segítsen meg, hogy tegyék félre az akadályokat, mert együttesen összefogva nincs olyan, amit ne tudnánk legyőzni, hisz Istennél nincs semmi lehetetlen. Jó atyánk, mozgass meg szíveiket, és segíts meg, hogy legközelebb ők is megtehessék ezt a lépést, ameddig van kegyelem a te részedről. Köszönjük Istenünk, hogy megsegítesz bennünket, ezért reád bízunk további életünket is. A Jézus nevében kértünk. Amen.
valamit egyszer elhibáztam. Kisgyerek voltam, játszadoztam. Lepkét hajszoltam könnyű testtel, virágoknak bókokat mondtam, amikor arra jött a mester. Rám nézett, hívott, lassan lépett, vissza is nézett. Mindjárt szóltam, pillanatig haboztam, s már messze álmok rétjein járt. Futni kezdtem, szívemben fény lett arca, szava szívembe zúgott. Kergetőztem gyerekes kedvel, hajtva szívem e vágykorongot. Kiáltoztam, tetszett a hajrá, futott ő is, azt hittem játszik. Az út csak nem fogyott, így értünk egy újabb életállomásra. Vonatra szálltam ottan, gyors vonaton talán elérem. Öleltem vágyam napkorongját, forrón égett láztól a vérem. Állomásokon átrobogtunk, megállás nincsen, pihenés nincsen. Vonaton fut előlem az Isten. Vonat. A kazánt mások füttik. Más diktálja a sebességet, amere enged az álnok sínpár, arra visz az akarat téged. Magamnak kell a kormányhoz ülnöm. Gépkocsi kell, ami átsegítsen hegyen és völgyön. Mint hiába. Gépkocsin fut előlem az Isten. Az ország útja köves, gödrös, az útszéleken gyilkos árok. El a földről, sasok útjára térni repülőgépbe szállók. Föld, hegyek, felhők mind elfogytak, lihegek fáradtan, kifúltan. Egy mérföldre repül előttem, úgy, mint amikor elindultam. Valamit egyszer elhibáztam. Hívott, nem mentem, bután restül, pillanatot késtem, s behozni nem tudom egy életen keresztül. Futok utána, látom ott van, nincs közelebb és messzebb sincsen. De tudom, soha el nem érem, ha nem jön vissza, értem az Isten. Amen.
megmérettem. Azon az estén megmérettem. Emlékezem, belereszkedtem a kárhozat sötétjébe, a bíró tekintetébe. Ahogy mérleg egyik felén elővett egy pár edényt, pehely, súly, semmit se ér, keveset, bárhogy akarom. Alig billeg rá a mérleg, amíg a másik felének tányérján, ó, de szörnyükin, halomra mind a bűneim. Roskadva zuhan alá a mérleg, súlyosak nagyon a vétkek. Ó, hogy futnék, menekülnék, csak eléje nem kerülnék soha, soha. Veszve minden, rátettem már minden kincsem, mindenemet odaraktam, mégis bűnöm előkerül, s minden titokra fény derül. Bűnhalottak, kiket öltem, könnyek, miket le nem töröltem. Rám olvasott néma vádak, mélyen a szívembe vágnak. Mi vár rám? Kín, amíg élek, s azután szörnyű ítélet? Intett felém a kárhozat, amikor jött az áldozat. Egyszer csak látom, mellém áll a golgotai hős király. Mérlegemről hull a szemét, s ráteszi az ő érdemét. Részemre így nagy súly kerül, a bírám arca felderül, s örömmel látom hirtelen, hogy a másik oldalra zuhan alá a mérlegem. Meg vagyok mentve, enyém az élet, fejem felett elviharzott az ítélet. És még azon az éjszakán meghaltam én, mint Belsazár. Meghalt a régi, de él már az új, s az én részemen most több a súly. Bűnömet magára vette, és úgy meg vagyok mentve, élve, halva, érdemével betakarva. Amen. Kedves Sándor, mint hetednapot ünneplő adventista lelkipásztor, a nagyváradi B gyülekezet jobb kezét nyújtom a te számodra, és azt mondom, hogy Isten hozott közöttünk. Örvendünk annak, hogy ezen szövetségkötést megtetted, döntöttél Jézus Krisztus mellett, és ővele kívánod lefolytatni a te életedet, ővele kívánsz járni, nap mint nap. Kívánjuk, hogy valóban győzedelemről győzedelemre haradjál a te életedben, és a te életed egy bizonságtevő élet lehessen, hogy rajtad keresztül még nagyon sokan tudjanak dönteni Jézus Krisztus mellett, meglássák a szabadulás útját, meglássák a változást a te életedben, és ők is akarjanak egy valódi Krisztusban való elrejtett életet élni, hogy valóban a végső győzelem sem maradjon el, hogy együttesen örvendezhessünk Isten otthonában, a mennyekben. Jóisten legyen veled, és tegye áldottá életedet.
Kedves László, mint a hetennapot ünneplő adventista egyház lelkipásztora, a nagyváradi B gyülekezet jobb kezét nyújtom a te számodra. Kívánom, hogy örömöd legyen továbbra is Jézus Krisztusban. Örventünk annak, hogy együtt vagy, hazaérkeztél, mint ahogy kifejezted ezt a gondolatot a bizottságban is, amikor kérdeztünk e felől. És valóban érezd magad itthon közöttünk, és engedd meg, hogy tovább tudjunk támogatni, és ugyanakkor te is támogassál bennünket, és a te hited, a te bizodalmad csak erősüljön és növekedjen Jézus Krisztusban. Légy világosság mások számára, légy só, és a Jézus Krisztus jó életét szórjad a világba, hogy minél többen rajtad keresztül megtalálhassák őt, és örök életre juthassanak. Így legyen veled az Isten az ő kegyelme által. Amen. Ezen a földi életünket éljük, azzig minden véges, és bármennyire szép valami, egyszer a végére érkezik. Ennek a ünnepélyes és nagyon szép áldásos Isten tiszteletnek végéhez értünk. Befejezzük Isten tiszteletünket, és énekelni fogjuk a 402-es számú énekünket. Thank you.
Mennyei Istenünk, köszönjük te néked, hogy megörvendeztettél bennünket. Köszönjük, hogy öröm, alkalom lehetett ez a mostani, és köszönjük, hogy a menny együtt örvendett mi velünk. Mennyei Istenünk, hálás a mi szívünk, mindahányszor egy bűnös lélek megtérte hozzád. Ez a legnagyobb csoda, ami megtörténik e földön, amikor az ember hátat fordít a bűnnek, és téged választ, újjászületik, és Jézus Krisztus lesz élete ura. Oly Atyánk, segítsél meg mindannyiunkat, hogy ennek fényében éljük a mi életünket, te vezessed életünket továbbra is, és légy azokkal is, akik még nem tudták ezt a döntést meghozni, hogy mi hamarabb ők is csatlakoznának a te népedhez, hogy együttesen készüljünk Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Köszönjük, hogy velünk leszel, a te áldásod kísérjen bennünket otthonainkba, és tedd áldottá a szent nap további részét is, ami számunkra a Jézus nevében kértünk. Amen.
Hálásak lehetünk a mi szerető jóatyánknak ezért a csodálatos délelőttért. Nagyon sok szeretettel meghívunk mindenkit a délutáni 5 órakor kezdődő istentiszteletre. Addig is mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, és békés déli órákat kívánok.